Roma hagyományőrző napokat tartanak a Pázsit úti sportpályánál az új helyi napok keretében. A háromnapos rendezvénysorozat alatt a táncművészet, a zeneművészet és az énekművészet kap főszerepet. Csátoraljaújhelyet szeretnénk, ha a művészetek városa lenne, ezért a művészeti ágokat és hagyományőrzéseket a város különböző kerületeibe, pontjaiba szétosztottuk. A gyermekműsorok és a tárgyalkotó népművészetük is bemutatkozik, valamint játszóházak is lesznek. A kulturális igények mellett Csátoraljaújhely város önkormányzata a megfelelő életkörülmények megteremtéséről is gondoskodik az itt élők számára, mondta Szőnyi István önkormányzati képviselő. Az elmúlt időszakban 42 önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása történt meg az Észak-Magyarország operatív program keretében elnyert pályázatok segítségével. Újabb 48 lakás, útfelújítások, illetve a sportpálya felújítása pedig hamarosan megkezdődik. Szeretnénk európai körülményeket teremteni az itt élőknek. Következő projektben pedig a Vial utcába kerül sor 48 lakás felújítására. Ezek a önkormányzat és vegyes tulajdonú lakások lesznek, tehát megfelelő életkörülményeket szeretnénk teremteni az itt élőknek. Fel lesz újítva a sportpálya, utca felújításra is sor kerül, úgyhogy a körülmények megfelelőek lesznek. A mai program pedig azért hoztunk ide, hogy három napon keresztül a kultúrával, a saját kultúrájukkal ismerkedjenek. Az itt lakóknak legyen kulturális igényük, legyen színvonalas kultúrához hozzáférésük. A hagyományőrző napok egyik programja a Román Osszunó cigány együttes műsora volt, akik zembléni és formációs cigánytáncokat mutattak be. Ápoljunk a erre a területre jellemző cigány kultúrát, Idestova 26 éve, és azt gondolom, hogy azon kevesek közé tartozunk, aki mindvég ápolja. Ma el lehet mondani, hogy Magyarországon ilyen nagy létszámú cigány együttes, mert az együttesemnek egy kisebb változata, a legnagyobb létszámat tekintve az újhelyi cigány együttes. Lakatos Tibor az együttes vezetője azt is elmondta, hogy hogyan tudják továbbadni az eredeti roma hagyományokat. Ezek a cigány fiatalok a cigány együttesen nőnek fel, általában ilyen 10 éves korba kerülnek be a cigány együttesbe, de ezt megelőzi, és szorosan ehhez tartozik, van egy tanoda sátra a Újhelyi városban, aminek szintén nem vagyok a vezetője, és ott cigány tánckurzus van. Tehát a cigány gyerek, hogyha úgy tetszik, 8 éves korban már kezdi el sajátítani a cigány folklort. A roma hagyományőrző napok keretében sor került népi mesterség bemutatóra és vásári komédiára is.